Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai adásunkban Schlemmer Ádámmal és a stábjával fogunk beszélgetni. Sziasztok! Szia! Hello. Kedves Ádám, bemutatnád a stábodat? Hát itt ül mellettem Bárdi Péter és Varsanyi Szabolcs. Tulajdonképpen mindannyian már szerves részei a stábunknak. Már elég régóta foglalkozunk így a filmezéssel, csináltunk rengeteg nagyjátékfilmet, illetve kisfilmet. És hát most ugye az utóbbi időben elkészítettük ezt a Karmok között című videót, amit beneveztünk a Mini Big Film Fesztiválra. Grazie, buona giornata! Szia, John! De rég láttalak! Szia, Peter! Te meg hogy kerülsz ide? Nem Bécsben kéne melóznod? Nem, csak gondoltam, meglátogatlak. A munkám megengedi, hogy utazzak, cikket itt is tudok írni. Nem akarsz beengedni? Hát, csak tudod, nem vagyok vendégváróban. Mi a helyzet, öcsi? Mesélj, nem is tudtam, hogy ilyen nagy házat vettél. Hát, tudod, hogy mindig is szerettem a luxust. Igen, de nem gondoltam, hogy a csónakjavításból ilyen jól meg lehet élni. Tudod, hogy van ez? Több lábon kell állni. Valóban, de mégis mit csinálsz? Hát, hagyjuk ezt. Most inkább beszéljünk rólad. Velem minden maradt a régiben. Nem nagyon mentem sehova azóta, hogy elváltam Lisától. John! Telefon! Nem veszed fel? Nem fontos. Ja, amúgy ő itt Natalie. Tegnap ismertem meg. Beszélgessetek csak nyugodtan, nekem van egy kis elintéznivalóm. Ha jól hallottam, mind a két helyezést elnyertétek. Hát gratulálok hozzá. Köszönjük szépen. Honnan ismeritek egymást? Egy iskolába jártatok, vagy mégis hogyan? Hát azt hiszem, hogy a mi megismerkedésünk az, ami tényleg érdekes. Kétszer ismertük meg egymást, ezt mindenkinek szoktuk mesélni. Az első megismerkedésünk az óvodában volt, de nem emlékeztünk rá, hogy mi óvodástársak voltunk. A második megismerkedésünk a 3x3 című nagyjátékfilm forgatásával kezdődött, amikor becsöngetett hozzám az Ádám, hogy kéne a bogár, ugyanis nekünk van egy Volkswagen bogarunk, és becsöngetett, hogy kéne a filmjébe egy bogár, mert a 70-es években játszódó filmet forgat. Úgyhogy aztán így ismertünk meg egymást, és akkor elmentem hozzá az első forgatási napon, akkor mondta, hogy ő szívesen ad szerepet is, mert lenne egy kisebb szerep, amit elvállalhatnék, vagy nem tudom. És akkor így kiderült szépen lassan, hogy igazából ugyanaz érdekel minket, mert én is foglalkoztam a filmezéssel, előtte ő is. Ugyanabban az óvodában jártunk, két vagy három utcára lakunk egymástól, ugyanazon a napon születtünk, és minden berendezési tárgyunk ugyanaz. A telefon, a teregető, minden ugyanaz. Hát igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes sztori. Hát Petit pedig a Földesi Margit drámastúdióból, igen, onnan ismerjük egymást, körülbelül másfél, már majdnem két éve. Hát igen, meg filmezéssel úgy kezdtünk el, hát úgy ismerkedtünk meg tulajdonképpen, hogy beszélgettünk, és Ádám mondta, hogy rendesen benne van a filmkészítésben, és a Sötét üzletet akkor készítetted el. Erre hívott meg vetítésre, ami akkor is már moziban ment. Talán moziban volt a Sötét üzlet című filmnek a vetítése, amit szintén beküldtem egy jelenetet belőle a 6. Big Diák Filmfesztiválra. És hát az is egy ilyen 2,5 órás vagy 2,25 órás film volt. És hát azon a vetítésen tulajdonképpen Peti is jelen volt, és akkor utána már többször is beszéltünk így a film. Igen, meg utána itt segítettük egymást, tehát tudta Ádám is, hogy érdekel engem a filmezés, és akkor én is gyakran kikértem Ádám segítségét, véleményét, és akkor így ismerkedtünk meg, és kezdtünk együtt dolgozni. Szerencsésen összejött a társaság, azt kell, hogy mondjam, tehát szerencse kellett ahhoz, hogy így nagyjából mindenki azon a környéken lakik, vagy hogy mondjam, szóval nem egy nagy út, amit megtegyünk, és tényleg mindenki lelkesen jött és csinálta, tehát szerencse is kellett hozzá. Uh-huh. És Ádám, neked hogy jött ez a filmezés, gyermekkori vágyad, vagy példaképed, vagy?
Hát igazából az egész úgy kezdődött, hogy körülbelül 5-6 éves koromban elkezdtem fölvenni, hogy a Star Wars bábukkal játszunk a testvéremmel, és akkor ezzel ilyen stop motion animációkat csináltunk, tehát fölvettünk képkockánként jeleneteket, és akkor abból egy ilyen mozgó filmet készítettünk. És hát tulajdonképpen ezzel kezdődött az egész, majd utána olyan hatodikos koromban kitaláltuk, hogy csinálunk egy nagyjátékfilmet, ez volt a Gyagyás család című vígjáték, amit körülbelül szerintem nem lehet végignézni egy ültőhelyben, és... Tanúsíthatom, igen. Megpróbáltam, nem ment. Szóval az, az igazság, hogy az volt így az első nagyjátékfilmünk, ami egy ilyen vígjáték lett volna elvileg. Aztán utána kezdtünk tulajdonképpen ezzel így komolyabban foglalkozni, és egyre több ilyen nagyjáték filmeket csinálni. És most már így összesen eddig ilyen 8-9 készült el. Hát az rengeteg. Főleg hány éves vagy? 18? 19. 19, hát az nagyon szép. Úgy olvastam, meg úgy néztem, úgy láttam a filmekből, hogy te főhős is vagy, meg szereplő, nem csak rendező. Ez ilyen, mégis hogy? Hogy nem találtál elég jó színészt, vagy? Nem, hát ez igazából abból jön, vagy hát már nagyon régóta szeretek színészkedni is, tehát járok a Földesi Margithoz színjátszó szakkörre, ugyanúgy, ahogy a Peti is, meg Szabit is győzködjük, hogy jöjjön már egyszer is, hogy ő is járjon. Szóval, hogy nagyon szeretek oda járni, meg szeretjük ezt így igazából csinálni, tehát a színészkedés is érdekel, de úgy, mint hivatás, így nem szeretnék később ezzel foglalkozni, inkább így a filmezés terén, a rendezés, vagy bármi vágás, valami ilyesmivel akarok majd foglalkozni. És te, Szabi? Én színész szeretnék lenni, tudom, hogy ez egy ilyen álom, de minden esetre megpróbálom, aztán majd lesz, ami lesz. Ez még rímelt is. Rímelt. Péter, te? Hát nekem is hasonló ambícióim vannak, mint Ádámnak. Én sem inkább színészettel, hanem inkább filmkészítés, rendezés, történetírás. Akár együtt is, vagy külön. Ja, bizuceli. Übétje ívó. Barna, a bátyád. Ma reggel holtan találták a Dunaparton. Állítólag öngyilkosság volt. A halál oka? Lőtsebb. A holttestet vigyék el! Az ügy innentől a belső elhárításhoz tartozik. Ez nem lehet. Az én bátyám nem lenne képes ilyenre. Először is elmegyek a rendőrségre. Megtudakolom, mi ez az egész. Részvétem a bátya halála miatt. De nem mondhatok semmit. Lemerem fogadni, hogy a BM-nek is benne van a keze. Tudom, hogy nem volt öngyilkos, és ezt a rendőrség is tudja. Rossz úton jársz, Borna, nagyon rossz úton. Ne akarj magánnyomozásba kezdeni, mert te húzod a rövidebbet. Kérem, Márton Barnabás minden kapcsolatát 5 évre visszamenőleg. Valaki követett. Szerintem megfigyelnek. El sem hiszem. Mit? Hogy majdnem 10 éve nem láttalak. Tudsz nekem segíteni? Ki akarod deríteni az igazságot? Igen, ez a célom. Akkor derítsük ki. Tudod már, hogy mit keresünk? Még nem, de nézzünk körül alaposan. Ki maga? Mit akarnak tőlem? Már hivatalosan beszervezve? Mostantól jelentést ír. Tudni akarok, Barna, minden lépéséről. Ezek szerint már figyelnek minket? Gyere! El kell tűnni. Most van egy ilyen közös projektünk, amit így elkezdtünk rajta dolgozni. Ez lesz a Vakfolt. Egy ilyen másfél órás akciófilmet tervezünk majd készíteni, amit olyan március-április környékén fogunk forgatni.
Hát ez is ugye egy nagy játékfilm lesz, valamint hát a sztoriról körülbelül annyit tudnánk így elmondani, hogy hogyha egy embernek a szemében, illetve a szem hártyáiba beleültetnek egy ilyen mikrocsipet, és azt így a látóidegekhez rákapcsolják, akkor hát láthatják tulajdonképpen azt egy ilyen számítógép segítségével, amit ugye a beültetett ember lát. Tehát akinek beültették, ugye, amit lát, azt látják ugye a számítógépen keresztül. Azért izgalmas számunkra ez az ötlet, mert teljesen más stílus, teljesen más ötlet, történet, mint a 3x3 volt. És ugye azért a 3x3 volt az a nagy játékfilm, aminél úgy összejött a mostani stáb. Úgyhogy ez tényleg egy újabb izgalmas feladatot állít elénk, hogy ezzel is meg tudjunk birkózni. Persze, meg hát más korszakot próbálunk bemutatni, mert ugye a 3x3 az a 70-es években játszódott, és most ugye teljes mértékben a mai világot akarjuk majd, tehát a mai, a mai világot akarjuk úgy bemutatni a filmnek. Hát vagy legalábbis, hogyha nem is a mait, valami skifit, tehát valami ötlet legyen benne. Tehát az előző az inkább történelmi volt, és próbáltunk korhűek lenni, ez meg inkább ilyen kreatívabb. Sok akciófilmet csináltatok, hogy akciófilm, ez érdekelt titeket a legjobban, vagy ezt a legizgalmasabb megcsinálni? És az első akciófilmetekről meséljetek valamit, hogy csináltátok? Hát így az első akciófilmről tulajdonképpen, mármint ha úgy vesszük, akkor az első közös akciófilm, ami ilyen krimi akció, az a 3x3 volt, de mert előtte én már csináltam akciófilmet, ez volt a Drágán add a névjegyed, ami egy ilyen akció vígjáték volt, szintén egy ilyen 2 órás film volt, majd ennek elkészült a második része is, ami másfél órásra sikerült. Hát ez egy ilyen eléggé össze-vissza történet lett, tehát nem volt tulajdonképpen megírva a forgatókönyv, hanem ami éppen jött, azt így megcsináltuk, és akkor utána egy utólag ezt összedolgoztam ugye a számítógéppel, meg vágóprogramokkal. Úgyhogy ez volt így az első akciófilm, amit elkészítettünk, akkor még nagyon nagy forradalmi újításnak számított nálam, hogy egy lövést meg tudtam csinálni mondjuk, meg a verekedés jeleneteket, hát most már azon így kicsit túlnőttük magunkat, úgyhogy most már autós üldözés, meg minden egyéb dolgot szeretnénk bevállalni, meg hát a 3x3-nál is voltak ugye ilyen jeleneteink. Igen, hát visszatérve a kérdésedre, igen, tehát egyértelműen nagyon-nagyon izgalmas feladat megcsinálni egy akció jelenetet, egy lövöldözést, egy verekedést, tehát ugyanak ki kell találni a koreográfiáját, nem tudom, sokat kell előtte dolgozni, hogy jól nézzen ki, hogy működjön a dolog, úgyhogy szerintem emiatt van az, hogy meg ez úgy érdekli a mai... Hát látványos, leginkább azért is. Igen, meg úgy gondolom, hogy ebbe akár több potenciál is lehet, mint mondjuk egy művészfilmbe. Az első film, amivel beneveztél, az Életre halálra a Megyeri hídon, a 6. Big Filmfesztiválra neveztél be vele, és azt hogy csináltad? Tehát elképesztő szerintem, hogy valami makettről hallottam félfüllel. Meséld már el, légy szíves. Hát ez úgy volt, hogy elkészítettük a Sötét Üzlet című nagyjátékfilmünket, ami szintén egy ilyen akciófilm volt. És hát ennek a filmnek a záró jelenete, a fináléja a Megyeri hídon játszódott le. Egy autós üldözés történt ott a hídon, és hát volt a bűnözők között verekedés, meg egyéb ilyen jelenetek, majd a főgonosz és a főhős fölmentek a Megyeri hídnak a tetejére, és hát ott mérték össze az erejüket, ott verekedtek egymással, és akkor hát erre kijöttek a rendőrök. És hát ezt a jelenetet tulajdonképpen csak úgy tudtuk rendesen megcsinálni, hogy megépítettük apukámmal a Megyeri híd 6 méteres makettjét, Hungarocellből, és hát azt lefestettük, és több hónapon keresztül dolgoztunk rajta, mire véglegesen elkészült, és hát ilyen matchbox autókat húzigáltunk damilokkal a hídon, és akkor tulajdonképpen ezeket is robbantottuk fel ugye a film alatt. Valamint még, hát nem is tudom, hogy körülbelül 3-4 nap alatt a felvételeket megcsináltuk, tehát hogy ez nem volt olyan vészes feladat. Igazából a makettnek a megépítése volt nagyon hosszadalmas. Amúgy nekem ez a kedvencem, azt már mondtam sokszor Ádámnak, hogy ez zseniális, ahogy mennek a kis makettek, és ugye úgy van megcsinálva, hogy
össze van vágva ilyen igazi nagy kamionnal például, már nem emlékszem pontosan, hogy így gurul, és így kicsit komikus, de amúgy nagyon jó, és ez az, amitől tényleg ilyen plusz értéke lesz, tehát így nagyon, nagyon jó nézni, még hogyha kicsit vicces is, hogy így egy kis matchbox így megy, és egyszer csak egy igazi autó, és zseniálisan vannak megcsinálva a vágások is, és ez ad egy ilyen pluszt ennek az egésznek, és nekem nagyon tetszik. Magadtól tanultad a vágóprogram használatát, vagy? Igen, teljes mértékben magamtól, tehát így jó, nézegettem persze interneten videókat is, hogy mit, hogy kellene csinálni, ilyen track motion, meg ugye a zöld hátterezéssel kapcsolatban dolgokat, de alapvetően tényleg teljesen magamtól készítettem el ezeket a dolgokat. Hát ez nagyon dicséretre méltó. Köszönöm. Melyik a kedvenc filmed, meg a ti kedvenc filmetek, melyik? Úgy a mi filmjeink közül, vagy úgy igen, a nagyvilágban? Ja, már mint hogy amit most csináltunk, és hogy az, vagy úgy... Igen, gondolom. Igen, amit ti csináltatok. Vagy te, vagy... Hát... Most szerintem a karmok között az jól sikerült. Igen. Úgyhogy... Majd a Vakfoltra leszek kíváncsi, hogy arra én mi lesz. Ja, hát én mondjuk a karmok között volt nagyon jó még szerintem, már mint hogy jó, a te ja, saját ezt. Magunkhoz képest. Ugye egyre jobban fejlődtünk, és egyre több mindent tudtunk megmutatni magunkból, és azért gondolom azt, hogy az egész jól sikerült, és én még mindig azt tartom így a nagy játékfilmek közül az egyik legjobbnak, valamint tényleg a karmok között a másik. A karmok között, és az Adulterium, ami az Ádám média érettségi kisfilmje. Egyrészt azért igen. Nem vagyok a főszereplő. Majd ezt 8. végre beküldjük. Másrészt azért, köszönöm. Mert ez egy film noir, egy nagyon rövid kis film noir. Dolog, és szerintem nagyon-nagyon jól meg lett csinálva. Tehát tényleg azok az elemek, amik a film noirban benne kell, hogy legyenek, azok benne vannak. És Szabolcs is emellett még a történet is jól ki van találva ahhoz képest, hogy 5 perc, vagy mennyi lehetett. Igen. Nem lehetett. Ilyen pályán tanultok tovább, vagy? Nem. Felvételiztem a színművészetire, nem vettek fel. Most az ELTE-re járok magyar szakra. Úgyhogy ezt szeretném befejezni előtte, ez szerintem egy olyan jó alap, meg mégis csak azért úgy kell valami, azért úgy nem lehet szerintem a mai világban neki látni a színészetnek, hogy mást nem tud az ember mellette, mert ez egy nagyon bizonytalan pálya. Mindig is az volt, de most különösen az. De egyébként is ez szerintem egy jó alap, és utána majd akkor megpróbálom megint a színit, meg megyek Földesi Margithoz. Hát én most a BKF-re járok, turizmus és vendéglátás szakra. Én se ezt szeretném igazából csinálni, hanem a színművészetire jelentkeztem én is idén, csak sajnos engem se vettek föl. Bár mondjuk én vágó szakra próbáltam meg, a rendezőire nem is adtam be, mert úgy gondoltam, hogy arra nem nagyon lenne még esélyem, mert hogy mondták sokan is, hogy fiatal vagyok még hozzá, meg ilyenek, meg hogy kéne érni hozzá, stb. Úgyhogy, de mindenképpen azt gondolom, hogy majd a későbbiekben meg fogom próbálni. Ha nem is jövőre, mert lehet, hogy most ezt a BKF-et befejezem, nem tudom, most egyelőre még nem döntöttem el mindent 100%-osan, de meglátom még, hogy mi lesz, de biztos, hogy jelentkezni fogok még a színművészetire. Én még gimnazista vagyok, a Vörös Marti Mihály gimnáziumban tanulok, és amúgy média szakon. De hát most jelenleg az a terv, hogy hát mindenképp bejelölök egy szakot, egy média kommunikációt, és akkor erre mennék tovább. És akkor most vagy végzős. Így van. Tegye fel a kezét! Rendben. Hol van? Hova vitték? Miről beszél? Kik maguk?
AIZI, olasz titkosszolgálat. Hol van a lista? Én nem tudok semmiféle listáról. Én csak nyaralni jöttem ide meglátogatni az öcsémet. Akkor mit keresett John Pfeiffer társaságában? Ő a testvérem. Akit maguk megöltek. Nem öltük meg. Leesett a tetőről. Minket is rosszul érint a halála. Az öcse tagja volt egy bűnszervezetnek, ami után már régóta nyomoztunk. Most, hogy meghalt, végleg kiültek a nyomok. Állítólag a testvére tulajdonában van egy lista, amin a bűnszervezet vezetőinek és tagjainak a neve szerepel. Nos, ezt kellene megtalálnunk. A jelképük egy karmokat formáló gyűrű, ami a hatalmukat szimbolizálja. Terrorcselekmények százai fűződnek hozzájuk. Nagyon veszélyesek. Én nem vagyok tagja semmiféle ilyennek, és a testvéremről sem hiszem, hogy... Higgy el, ő tagja a szervezetnek. Szeretném tisztázni magam. Átkutatjuk Mr. Pfeiffer lakását. Majd ott sort kerítjük rá. A Karmok között című filmet hogy csináltátok? Technikailag, mennyi idő alatt, meg helyszín? Hát tulajdonképpen egy kamerával és egy fényképezőgéppel vettük föl. A Petinek volt egy fényképezőgépe, amit hozott magával a horvátországi utazásunkra. Az egész úgy indult, hogy a 3x3 stábjából néhányan, akik úgy összeverődtünk, megbeszéltük, hogy akkor elmegyünk nyáron Horvátországba nyaralni egy hétre, hogy még jobban megismerjük egymást, stb. És akkor megállapítottuk, hogy mi nem jöhetünk úgy haza Horvátországból, hogy nem csináltunk valamilyen filmet. Ezt ugye a buszon így hallgattam egy ilyen filmzenét, és akkor így eszembe jutott, hogy kéne csinálni egy víz alatti verekedést, ha már itt tengernél vagyunk, és akkor mondtam a Szabiéknak, akik pont így előttem ültek, aztán ott elkezdtük a buszon megtervezgetni így a jeleneteket. Hát ami vicces volt még, hogy nem volt füzetünk, meg semmi, és az egész forgatókönyvet egy kartondoboznak a lapjára írtuk. Ráadásul azt ott találtuk. Igen. Amúgy 8 napot voltunk kint, ugye? És igen. Ez alatt a 8 nap alatt ugye írtuk a forgatókönyvet, rendeztük meg az egészet, forgattuk le, és ugye itthon megvágtuk. Igen, igen. Hát meg ugye jeleneteket úgy vettük fel, hogy majdnem minden nap vettünk valami más, tehát egyszer a városban forgattunk, egyszer otthon nálunk, vagy hát nem otthon, hanem nálunk a szálláson. Valamint hát volt egy érdekes sztori is, amikor a háztetős jeleneteknél volt egy leugrás jelenet, amikor le kellett ugrani ugye a háztetőről, és Szabi is, Peti is, meg mindenki ugye leugrott, és mondták, hogy vigyázzunk, mert eléggé fájdalmas. Én pedig úgy gondoltam, hogy ugyan már hát annyira nem tűnik ez magasnak, hogy nyugodtan leugorhatnánk sokkal távolabb is, és nagyobb lendülettel. Hát én meg is csináltam, és az lett a vége, hogy kiment teljesen mind a két bokám, úgyhogy nem bírtam lábra állni. Látványosat akart, ebből az lett, hogy a fél filmben Sánti. Amúgy ott még látszik is, amikor a hídon rohanok a Szabi után, hogy alig bírok menni. Sok felvétel volt olyan, hogy nem ért utól, akkor bevártam. Hát voltak azért bonyodalmak elég sok. Például amikor ugye félúton jártunk forgatással, és még nem volt befejezve a forgatókönyvünk. Hát abból nagyon-nagyon sok vita volt, hogy mi legyen, hogy legyen, azt még megírni. És akkor mindenki ötletelt, próbáltunk foglalkozni vele, de már fáradtak is voltunk, nem tudtunk koncentrálni. Hát volt azért egy pár bonyodalom. Meg kellett oldanunk, hogy, mert ugye van egy ilyen jelenet benne, ugye Ádám kitalált, hogy víz alatti verekedés legyen benne, és hát meg kellett oldanunk, hogy valahogy tudjunk a víz alatt is forgatni. Hát ez úgy nézett ki tulajdonképpen, hogy kerestünk egy 7 vagy nem is tudom, 5 literes vizes, ilyen műanyag palackot, annak levágtuk a tetejét, majd kibéleltük ilyen konyharuhákkal, és oda raktuk bele a kamerát, majd ugye ezt visszazártuk, és hát Norbi az egyik stábtag, tulajdonképpen aki ő is ott volt ugye Horvátországban, ő volt az, aki felvette a jeleneteket. Bement ugye a igen, tehát bement a vízbe ezzel a 5 literes vagy 7 literes palackkal, és akkor lenyomta a víz alá, és akkor nekünk is akkor kellett lemenni, amikor ő lenyomta, majd ott elkezdeni verekedni, és hát vigyázni kellett, hogy a hullám az ne menjen bele. Én ott rettegtem, az én kamerám volt ugyanis a palackban, és iszonyatosan féltettem. De azért annyira nem rámertem bízni a Norbira. A Peti meg az ő fényképezőjével kívülről vette, és akkor... Tehát van egy pár jelenet a víz alatti verekedésnél, amit egyszerre két kamerállásban... Sikerült elkérdünk egy csónakot az ottani lakosoktól.
Úgyhogy még azt is így meg tudtuk oldani, ugye ezt a jelenetet. Valamint hát a hídról való leesést azt zöld háttér előtt vettük föl tulajdonképpen, és hát ott is volt egy sérülésem, Szabolcs beletérdelt az orromba. Úgyhogy én nagyon pórul jártam így a forgatások alatt. De végül is jó, mert sikerült megcsinálnunk, úgyhogy örültünk, hogy a végén össze tudtuk hozni. Hát meg persze jó buli volt végig a forgatás, ez mindig jó, tehát mindig egy élmény forgatni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen, mi is köszönjük. Az ügynökök most kutatják át a házat. Akkor menjünk.